Párbeszél. Kedves hallgatóink, a Magyar jezsuiták heti félóráját hallják. A szabadkőművességnek, mint titkos társaságnak a mítosza, még mindig ott él az emberek tudatában. Vannak, akik félnek tőle, vannak, akik csodálják hatékonyságáért, szervező képességéért, de a legtöbb ember alig vagy semmit se tud kialakulásáról, társadalmi szerepéről és munkájáról. A szabadkőművesek azt vallják magukról, hogy ők az embert nem teljesítményhordozóként értelmezik, hanem mint összetett világot a világban. Életfilozófiájukban nem egy egyéni és a világtól elforduló titkos tudásról van szó, hanem a szabadkőművesség a világ megváltoztatását célozza meg. Hangsúlyozzák, hogy hatékonyságuk nem egy szervezet, egyesület vagy hálózat révén történik, hanem az egyes szabadkőművesek egyéni változása által, konkrét lépésekben az általános és átfogó cél érdekében. Fő eszményük, hogy minden szabadkőműves munkálkodjon a közös művön, az emberek házán, mely munka soha nem zárul le. Ez végeredményben egy olyan otthonépítése, amelyben minden ember jól érzi magát, és amelyben az egész és a részek összhangban állnak egymással. Ezeket a szavakat a jelenlegi osztrák nagymester írta le a szabadkőművességről szóló, ez évben megjelent, nagy visszhangra talált könyvében. Pater Kis úrich Jezsuita évtizedek óta foglalkozik a szabadkőművességgel, előadásokat tart róla országszerte, cikkeket ír róla és vitázik velük. Mai adásunkban őt kérdezzük a tudható titkokról. Kedves atya, még mindig aktuális erről a dologról beszélni? Ez természetesen attól függ, hogy kinek a szempontjából nézzük. Ugye bizonyos kritikusok szerint a középosztályban, vagy bizonyos szakmában az érdekes, mert rendkívül jó hálózat, tehát én mindig azt mondom, hogy a világ első hálózata, és hát hogyha valaki orvos, akkor betegeket szereznek neki, hogyha valaki kereskedő piacot ha valaki ügyhét, klienseket és így tovább. Ez odáig megy, hogy egy ismerősöm mesélte egy ilyen eladás után, amit tartottam szabad hogy hát na most én is mesélek valamit neked, mondta. Ő fejvadász, és hát megközelítette a pár, hogy, hogy hát nézze, mi együtt tudnánk működni. Maga sok érdekes emberrel találkozik, segítsen nekünk, hogy mi is megismerjük őket, és nem fogja megbánni. Ez az egyik perspektíva, hogy karrierépítés. A másik természetesen, Amiatt én komolyan foglalkozom vele, hogy a kulturális életre rendkívül nagy befolyással vannak, annak dacára, hogy világszerte azt lehet mondani, hogy csökkenő van a tagság, krízisben van a szabadkömbesség, amit én mindenek előtt annak tulajdonítok, hogy a szabadkömbesség Európában a kereszténységből nőtt ki, tulajdonképpen egy szekta, a szekta az nem minősítés jelent, hanem azt jelenti, hogy elvált, Keresztény gondolatvilágban nőtt ki, és az európai kultúrkörhez kapcsolódik. Éppen ezért az Egyesült Államokban, az angol országban, tehát a volt brit gyarmatokon, és Nyugat-Európában erős, bizonyos fogi természetesen a rendszerváltozás után Közép-Kelet-Európában és a volt Szovjetunióban is, de végre, még a harmadik világban csak közvetlenül a gyarmatosítás követő években volt komoly társadalmi hatás, ma már szinte eltűnt harmadik világ legtöbb országában nincs jelentősége. Nálunk persze a nyugati kultúrának a hanyatlása és hozzájárul ahhoz, hogy a szabadkőmesség, amely praktikusan táplálkozott abból a rendszerből, amit aztán bírált is, tehát az európai kultúrából, hát elvágva magát, saját magát, akar, akaratlan a gyökereitől együtt szenved az európai kultúrával. Mik a hanyatlás okai? Több oka van. Én szívesen idézem Gyurác Ferenc evangélikus püspököt, aki a 19. század végén, amikor virágzott Magyarországon a szabadkömbesség, írt egy rendkívül hatásos, átfogó és alaposan megírt könyvecskét, amit most nemrég kiadtak újra. És ebben a könyvecskében ő azt írja, hogy ez egy kicsit olyan, és megint nem értékelés mondom, de mint egy, egy élős vagyis ő azt a példát használja egy folyondár, amely egy fán él. A fa az a kereszténység. Azt írja, hogy amikor a kereszténység, vagy bármilyen vallás, tehát ebben a kereszténység lehanyatlik, akkor bizonyos társadalmi jelenségek fatális szükségszerűséggel előre jönnek, ilyenek az elkölcsök lazulása, az általános bizonytalanság, a hittételeknek a megkérdőjelezése, a szkepticizmus és így tovább. És az embernek viszont szükség van Lelki igényei kielégítésére valamilyen vallásosságra, és a szabadkövesség biztosítja ezt a vallásosságot olyan beavatáson alapuló rítusrendszer segítségével, amely úgy tűnik, hogy érzelmi szinten nagyon komoly élményt nyújt. És ez az élmény azokat, akik komolyan követik a szabadkövességet, és hetente egyszer elmennek a munkázzal, mint a heti Szent Mise, hát nagyon komoly lelki spirituális élményben van részük, amik egyre jobban beleélnek, és tulajdonképpen egy valláspótlékká válik. És én úgy gondolom, hogy Miközben azonban egyre jobban elmélyül a szabadkönyves a munkába, egyre jobban eltávolodik saját történelmi egyházát, és végülis valamilyen módon egy légüres térbe kerül, mert ez a vallás, hát egy hiányosság rendelkezik, hogy nincs kapcsolat a személyes kapcsolat Istennel, és ezt nem tudjuk pótolni rítusokkal. Ha jól értem, kezdetben nem úgy indult, mint egy ateista vagy egyház ellenes szövetkezés. Hogyan, mikor és miért vált mégis azzá? Hát most kezdjük azon, hogy egyáltalán hol indult és miért indult. Ez a legnagyobb misztérium a szabadkövesség esetében. A szabadkövességnek a modern formája hivatalosan 1717-ben Szent Iván ünnepén, hát június 24-én indult, azzal, hogy négy uh, londoni páholy, egy nagy nagypályba egyesült, tehát valami volt már előtte. A szabadkövesség hivatalos verziója szerint, amelyet elfogadnak a különböző egymással egyébként rivalizáló irányzatok is, amelyet általában még a szabadkövességet bíráló irodalom, legyen a szakirodalom vagy pamflet irodalom, és elfogad az az érdekes legenda, hogy a középkori katedrális építő céhekből nőtt volna ki a szemtömés páholy. A hivatalos magyarázat az, hogy az addig operatív szabadkövesség. Operatív azt jelenti, hogy valóban építettek székes egyházakat. átalakult úgynevezett spekulatív szabadkövességé, azaz filozófia jellegű társaságás, és ezt úgy magyarázzák, amikor hanyatlani kezdett a katedrális építési tevékenység, ezek a céhek, hogy gazdaságilag segítsenek magukon, hogy föltöltsék soraikat, egyszerűen fölvettek nem kőműveseket, polgárokat, pártfogókat, gazdag embereket, nemeseket, és így tovább, és hogy idővel a túlsúlyba kerültek ezek a nem kőművesek, és így lett a spekulat és szabad az otthona az addig mesteremberekből álló páhon. Ezt a mitoszt én mitosznak tartom, ugye megmagyarázom miért. Ugyanis a többi mitosz, az, hogy a szabadkömesség nagyon ősi lenne, tehát akár Ádámmal visszavezethető, mint az Anderson írta az alkotmányába, ezt van, aki megmosolyogja, mint na naív történetet, mások elfogadják. Nagyon elterjedt például most Dan is, hogy a templomos lovagoktól származna a szabadkömesség, és rengeteg ilyen Félig meddig okkult történetírás van, a szabadkülmes szerzők egy része ezt tényként kezeli, mások úgy megmosolyogják, de az operatív szabadkülmesség spekulatíva átalakulását viszont mindenki elfogadja. Miért nem fogadom én nem. Hát az első érdekesség az, hogy az alapító négy páholy, annak mindenkinek ilyen vendégfogadó utána volt a neve, vagyis rendszeresen vendégfogadókba Találkoztak. Ez azt jelenti, hogy amikor megtörtént ez az átalakulás, akkor már, hogyha valaha is lettek volna egy, egy építő cének a műhelyében, akkor nagyon-nagyon régen lehetett, mindesen nem a 18. század elején. Ezek konkrétan olyan úri emberek voltak, akik, hát ez az angol gentleman fogalma, jó polgári körök, de mondjuk hentesek, asztalosok és itt tovább, tehát mesteremberek, akik rendszeresen találkoztak a kedvenc éttermükben, pontosan akkor vendégfogadók kéne beszélni, és ott ettek ittak, és természetesen angol klubszokásnak megfelelően kizárólag férfiak látogatták ezeket a helységeket. A szabadkömességet a kezdetben gúnyivatok tömkelege bírálta, mint itt Tivornyák színhelyét, és hát az ideig tartott, míg ezek a evő ívő társaság valóban átalakultak filozófiai klubokká, de semmi nyoma nincs annak, hogy ezekben akár csak egy építésztag volna, és az érdekesség viszont az, hogy például Sir Christopher Wrennek, a Szentpár katedrális építőjének, akit szívesen emlegetnek, mint az első szabadköves pár tagját, nincs bizonyító a páholytagsága. Azt lehet egyébként páholytagnak tekinteni, aki meg tudjuk mondani, hogy melyik páholyba vették föl, mikor vették föl, és hogy ki volt az ajánlója. Sok Történelmi személy, akiről azt írja az irodalom, hogy szabadköves volt, egyszerűen nem tudjuk, hogy igaz vagy nem, mire titkos van szó csak akkor tudjuk, hogy ki javasolta, és hogy mikor vették fel, lehet azt mondani, valóban szabadkémes. Mondjuk ilyen biztos szabadkémes például a módszert egy csomó történelmi személyeknél, egyszer nem tudjuk, hogy valóban az volt, egyik könyv azt mondja, igen, másik nem. Én készítettem egy szinoptikus táblázatot, neves történelmi személyektől, és hát a francia forradalmat kezdve Leninig, Um, egy, van, van, amikor egy előadást tartok, és elmondom a vélemény, és akkor fölpattam valaki, hogy ő szabadkönyves, már pedig ő biztosan tudja, hogy Lenin nem volt szabadkönyves, ugyanakkor pedig egy másik könyvben meg van adva, hogy melyik páhajnak lett mikor tagja. Szóval ezek vitatható tények. Amire viszont vissza szeretnék térni, mondom, nem volt építész az első négy egyesülő páhajban. Ez az első. Második az, hogy Európában mindenütt építettek katedrálisokat. Skóciába épp úgy, mint Szicíliába, Németországba és Franciaországba különösen erős. Miért van az, hogy kizárólag egyes egyedül a későbbi Nagy-Britanniában, vagyis Skóciában és később Angliában voltak pályok és nem voltak ilyen páholyok Németországban, illetve voltak pályok, ott nem történt még csak embryonális formában sem az átalakulás spekulatívvel. Az európai kultúra rendkívül egységes volt, nem az EU találta ki az egységes európai kultúrát, az emberek nyugodtan mentek egyetemről egyetemre, Uppsalától kezdve messzináig. Semmi oka nincs, hogy egy ilyen történő mozgalom, mint a szabadkömesség, ami rendkívül sikeres volt, kizárólag Angliában alakult volna ki. Tehát én ezt mindenképp mitosznak tartom. A harmadik legfontosabb pont talán az, hogy a régi valódi szabadkőmes párok, mielőtt spekulatívvá és filozófisakká váltak volna, Mária kongregációk voltak, a Szent Háromság az intézett imával kezdték és fejezték be üléseiket, na most mindez az első szabadkőmes pályok, nem annak nevezhetők, ezért szerint nyoma sincsen, addig a londoni pályok nagyon hamar felesküdtek a Hanoveri házra, az anglikán egyház hűségére, és annak datszár, hogy két dologra nem szabad vitatkozni egy angol típusú párolyba, politika és vallás, nagyon is komolyan vallási és politikai kérdésekkel foglalkoztak, de azért nem vitatták ezt az úgynevezett párholy munka során, mert az alapítást megelőző száz évig tartó, még tovább is tartó polgárháborúban annyi feszültség alakult ki az angol eliten belül, vallási és politika kérdések, hogy nagyon okos dolog volt társadalmi szempontból betiltani az erről való vitatkozást. Minden esetre egyik kutató, a Szeged Egyetemi kutatója bebizonyította a londoni nagypáholy saját dokumentum alapján, hogy az 1700-as években, az alapítást a 1717-től kezdve folyamatosan átírták az alapdokumentumot mindaddig, amíg hír magja sem maradt az eredeti katolikus orientációnak, sőt kimondottan deista, kvázi, nagyon közel az ateizmushoz, de mindig ragaszkodtak a világ mindenség nagy építőmesterének tiszteletéhez, amiről viszont sosem mondták meg, ki az, mi az. Mi az oka akkor ennek a vallás és egyház ellenségnek? A vallás és egyház ellenség így talán nem fogalmaznék, az biztos, hogy a nagy típusú, tehát a francia mintát követő, többnyire latin országba, tehát Spanyolország, Dél-Amerika, erősen Mexikó, ahol nagyon üldözték az egyházat, hogy a spanyol polgárból ott egész egyértelműen antiklerikális, sőt egyház ellenes püspököket gyilkoltak, meg szerzeteseket gyilkoltak, meg mind a francia forradalom, mind a kommunbe 1871-ben, ami teljes egyértelműen a szabadkövesek műve volt, de a spanyol polgárháborúban és a mexikai polgárháborúban is ez nem jellemző az angol száz típusú szabadkövességre, amely a szabadkövesek nagy többsége, több mint 80-90 százalékát fogja össze. Ezek a páhajok hirdetik a, szab a világ mindenség nagy építőmesterének a tiszteletét, sőt, mi több, kizárják azokat a páhajokat, és azokat a testvérek, akik ezt nem vallják. Hiátkozzák őket, ha szabad így mondanom, és nem, nincsenek érénkedésben egymásra. Legalábbis ez a mítosz. Na most ez a mítosz, és egy kicsit mítosz, például arra szeretnék utalni, hogy Romában a szabadkömes két párhol, ugyanabban az épületben van, és tulajdonképpen csak egy pár lépés választja el egymástól őket. Valószínűtlen, hogyha háborúznának egymással. Ez inkább belső használata készül. A tény az, hogy az angol szászok pályok segítségével, és most angolokkal beszélek konkrétan, felépítették a világ birodalmokat. Az angol birodalom felemelkedésének története azonos a pályok felemelkedésének történetével. Jelenti ez azt, hogy a tény, hogy ma Anglia elveszítette nagy hatalmát, összefügg a páholyok hanyatlásával? Én úgy gondolom, hogy a páholyok világszerte azért is szorulnak vissza, mert nagyon erősen összeszövődtek az angol világbirodalommal. Ne felejtsék, Angliának befolyása volt Argentinától kezdve Kínáig, ott a vezetőség szabadkönyves lett. Ezt a nemzediket azonban több hullám forradalmi hullám elsöpörte, a mai vezetőknek semmi közük általában a szabadsőkömmesség, ez nem is nagyon értük, sőt, gyanakodva figyelik, mint az imperializmusnak valami maradványát. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jelentős. Másodszor pedig Anglia érdekes módon, ugye az már az amerikai függetlenségi háborúban ugye a legfontosabb befolyásos területét az Egyesült Államokat elveszítette. Az igaz, hogy a függetlenségi harcban mindkét oldalon, később pedig a dél észak elleni háborúban is mindkét oldal a szabadkövesek harcoltak, tehát éppen úgy voltak déli, mint északi háborúk, éppen úgy voltak brit tábornokok és Washington maga is, szabadkőmes volt, meg az Amerika Egyesült Államok nem egy elnöke, de a tény az, hogy az angol száz világon belül is áttevődött a központ Amerikába, és az Amerikában a páholyok Hát sokkal folklorisztikusabbak. Parádéznek az utcákon. Ott nem egy titkos társaság, ami az elitet fogja össze, mint Angliában, ahol a anglikán püspököktől kezdve a bírókig és a törzsdei ügynököktől kezdve az újságírók, mindenki, aki számít szabadköves. Amerikában sokkal szélesebb, az több millió tagja van, tehát nem pár tízezer, nem a felső tízezrekről van szó, hanem több millió kispolgáról ügynökökről, fodrászokról, szatócsokról, tehát sokkal népszerűbb, és ezek nagyon élvezik azt, hogy hát ilyen parádészhatnak uniformisokba, és ez nagyon idegen tulajdonképpen a tulajdonképpen brittektől, viszont sokkal populárisabb. Ez az amerikai típusú szabadkülönbség egyáltalán nem tartja fontosnak a titkosságot, bár elvileg ugyanúgy kötelező rájuk, hiszen angol száz típusú pályokhoz tartoznak, de gyakorlatilag hát parádéznak un teljes uniformusba az utcákon. Az egyház mikor kezdett el felfigyelni és óvni a szabad Nagyon hamar, ha jól emlékszem a dátum, 1723. A helyzet az, hogy a katolikus egyház nagyon gyorsan felismerte, hogy miért veszélyes a szabad A szabad öm, apologetikus írásaiban azt mondják, hogy hát a pápa azt se tudta, hogy miért átkozta ki, hogy bizonyos bíborosok nyomására történt, ez az a probléma ezzel az elmélettel, hogy a rákövetkező pápák sorra mai napig újból és újból megerősítették a kiközösítését. Na most az a helyzet, hogy az, aki a szabadkönyves pályai tagja, azáltal automatikusan minden további nélkül kiközösíti magát. Ezt a régebbi egyháztörvényű könyv, 1917-es az szó szerint tartalmazta, az új törvénykönyv nem tartalmaz ezt szó szerint, és erre föl sok szabadkönyves szerző, meg újságíró azt írta, hogy ó, megszűnt a tilame. Ezt helyesbítette az akkori bíboros kongregáció élén, Ratzinger bíboros, a mai pápa, mikor világosát tette, hogy ennek úgynevezett szerkesztési okai voltak. A szerkesztési ok egy kicsit furcsán hangzik, mint doklás, de arról van szó, hogy az új törvénykönyvben semmiféle egyesületet vagy mozgalmat nem mitenek néz szerint, hanem egy általános fogalom, vagy jelük meg. Kerestem, mi lett az általános fogalom, és meglepetésem azt látom, hogy eretnekségről van szó. Hát mennyibe eretnekség például, az abban is látható, hogy hát számunkra Krisztus, Jézus Krisztus, az út igazság élet. Szabadkőség számára viszont nem létezik igazság, mindenkinek meg kell találni maga igazságát, és kimondottan kizárják, hogy valaki birtokosa lehessen az igazságnak. Említette, hogy a politikai és gazdasági hatalmok hanyatlóban van, viszont nő a kultúrára gyakorolt hatásuk. Mit kell ez alatt érteni? Egyrészt a szabadkövesség spekulatív és filozófáló hajlammal kezdetén, valamint az elmélyülése az ezoterikába, tehát különböző rúzsakeresztes hagyományokba, amelyből kinőtt alkimista hagyományokba, sok páholy, például a magyar Draskovics páholy, ezek hovát magyar nemes, aki ugye saját olyan ritust hozott létre. Ezenek a spályoknak a működés az akkori embereket vonzotta, ugyanis azt kell látnunk, hogy a 18. század egyszerre volt a tudományosság hajnala és a babonáé. Egy Newton egyszerre volt egy nagy természettudós és asztrológus. Foglalkozott a legkülönbözőbb mai szemmel babonának tűnő dolgokkal, és ez végig volt abban a korszakban, a nagy tudósoknak nagy része ugyanakkor babonát is üzött, és hát babonákhoz nem az alkimini mindenfajta változatát, ez a mágius vonzalom sok akkor intellektuált vonzott. Ugyancsak a filozófusot Lessing, ugye, itt egy nagyon szép traktátumot, a, és Magyar Kazinci is, a szabadkönség filozófia másokat pedig, a művészeket nagyon vonzotta, mert a páholy belépett az egyház helyére, az egyház, mint megbízó mecénás kezdett hanyatlani, visszalépt, ugyanakkor a szabadkönség páholy nagy lelkön támogatta például Mozartot is. Ennek következtében tehát az intellektuálisokat nagyon vonzott ez. Nem beszélve arról, hogy kiadó, volt, csak úgy juthatsz, hogyha van ott igazán megbízható barátod, legjobb a lektor. És azt látom, hogy az elég kis számú magyar az a jelentőség, hogy a Tudományos Akadémiától kezdve a kiadókig, ahol ugye megfelelő helyeken ülnek a megfelelő emberek, rendkívül nagy befolyással van, ugyancsak a sajtó és a médiával. Tehát ne a parlamentbe keressük a szabadkőművés testvéreket, hanem az operaházba, a művészeti akadémia és a tudományos akadémia, ott viszont megtaláljuk őket. Mit lehet tudni a mai magyar szabadkőművesség állapotáról? Igen, egy krízisben van. A krízisnek több oka van. A nyilvánvaló oka az, hogy a tanácsköztár bukása után a fehérek betiltották a páha, a gömbösség megszállták, a Podmanicki utcai egyébként nagyon szép és történelmi igen értékes páholyt, és tulajdonképpen a 45-ig a szovjet megszállásig bezárva tartották, akkor rövid 4-3-4 évre megnyit a páholy, ismét szabadon működhetett, de Kádár János, akkor belügyminiszter újra betiltotta, ami azt jelenti, hogy a 20. század zömében, hát tízvalány év kivételével be volt tiltva a páholy. Ez egy óriási veszteség volt a pályoknak, hiszen csak fedőszervezeteken keresztül működtettek. Ilyen fedőszervezetek a Rotary Club, a Lions Club, de például a, a Ingyentel Egyesület is, és különböző Galilei kör, és ez hasonló intellektuális körök. leírja Márton László, aki a Gandorians képviselő, és Párizsban a az emigráns Martinovics Páholynak volt egy jeles képviselő, amikor hazatért Magyarország, írt egy kis könyvecskét, le is írja, hogy hát a szabadkönyvesek annak idején különböző kávéházakban találkoztak, tartották a kapcsolatot, de a pályokat fedezték, ami azt jelenti, hogy nem működtek. A testvérek találkoztak, és hogyha szertartást akartak végezni, bizony ki kellett menniük Bécsbe, vagy Pozsonyba, megfordult a kocka, ugyanis az első világháború előtt, a szlovák és az osztrák testvérek jöttek Magyarországon, Magyarországon is meg volt engedve a szabadkönyvesség, a birodalma egyébként pedig be volt tiltva például Csehországba és Ausztriába. Most megfordult a kocka. Ez a hosszú tilalom volt az egyik ok. A másik ok természetesen az volt, hogy hát előregedett a szabadkönyvesség, ismerek egyiket nagyon kitűnő szabadkőmest, akik ugye elmondták őszintén a problémájukat, és hát bizony a Póklárosnak a tevetésén hallom, hogy két idős szabadkőmest beszélget egymáshoz, Hát bizony, megboldogult nem értett szét, még mindig csak kétszázan vagyunk. A legutóbbi eladásom itt a Horánszki utcában, a szabadküvesség pedig felállt a Nagyorjánszki egyik képviselő, mondta, szóval, ők meg 120-an vannak. Összeadjuk, ez 300 ember. Ennek dacára jelentős, csak úgy mondom, hogy hiányzik a fiatalság. Ennek érdekében viszont szerte a világon nagy offenzívába kezdett a szabadküvesség tobozásba, ami régen elképzelhetetlen volt, hogy nyílt tobozásba. És ezen a téren különösen sikeres az osztrák nagymester, aki egy remek és könyvecskét, mondtam és a magyar szerint, írjanak valami hasonlót, mert legalább tudjuk, hogy miről van szó. Ő a mai nyelven fogalmazta meg, tehát nem ezek az ezoterikus 18. századi nyelv, vagy mi a szabad és tulajdonképpen úgy mutatja be, mint egy útkeresés, tehát egy segítséget a pályai tagoknak, hogy saját személyiséget fejleszték. Hát ez nem egészen újda a fogalmazás remek. Én Magyarországon ennek nincs párhuzam, én nem látom, hogy hirtelen semmiből föltámadna vagy a szabadkőmesség, és akkor a spekulációk, hogy milyen hatása vannak a társadalom szerintem Akkor a szeretettel beszél róluk, honnan ez a lelkesedés? Pozitív jelenség egész sorban, ami evidens, és amire mindig hivatkozik a páhol, az természetesen a saját piája, hogy amerikára sem mondjuk, az a művészetek támogatása és a karitatív tevékenység. Tudjuk, hogy létrehozták a vörös az országos mentőszolgát, és ez hasonlók. Na most ez viszont csak, hát hogy mondjam, ez a reklám dolognak. Bizonyos fokig azt még pozitívnak nevezném, hogy a felvilágosodás tanainak a terjesztésében, meg kidolgozásában vezető szerepet játszottak. Ugyanakkor viszont mítosz, hogy mindig a szabadság oldalán voltak, mint említettem, a déli táborban éppen annyi szabadkönyves tábornok volt, mint éjszakon, a gyarmati háborúban mindkét oldalon ott harcoltak, a napollan háborúban mindkét oldalon ott harcoltak. a napollon oldalán épp úgy, mint a napolóan ott legyőző koalíció oldalán, tehát ez nem érv, tehát ez egy mítosz, hogy ők mindig a haladás oldala álltak, még azt sem lehet mondani, hogy mindig a nemzeti függetlenség oldal, hiszen a gyarmatosítók oldalán is ott voltak, sőt, hát a legkirívóbb példa, a Kukukszán alapítója, Albert Pike, a legnagyobb teoretikus szerzője a szabadkövességnek. Ezt tehát mondta. Ami miatt nekem fenntartásom vannak, és az egyháznak fenntartása vannak, ez is mindenképp a relativizmus. Ez az a, ez is jó, az is jó, minden jó alapú gondolkodás, ezt persze most karikatúra szerint mondtam. A lényege viszont az, hogy a szabadkövesség határozatlan tagadja az abszolút igazságot, mi ezt keresztényként nem fogadhatjuk el, és bizony a társadalom gondolkodására nagyon rányomja ma a bélyegét a sikeres szabadkönyves propaganda munka, amely tényleg a liberalizmus és a nagy lelkűség szellemében mindent elfogad, nem ismeri az, a társadalmi összetartozást, a társadalmi kohéziót mindenképpen szükséges közös értékeket, hanem rábízza mindenki maga döntse Na most ez lehet, hogy a intellektuális elit kiskörében ez működik, egy társadalmat erre nem lehet felépíteni, és azt mondom, hogy rendkívül veszélyesnek tartom ezt a relativizmus. Ezt egyébként az akkori Ratzinger Bibos is kifejtette, amikor megerősítette, hogy változatlanul ki van zárva, hogy valaki egyszerű a szabadkömes és katolikus. Köszönjük a beszélgetést! Kedves hallgatóink, mai adásunkban Pater kis úri jezsuitát hallották a szabadkőművességről. Kedves hallgatóink, Párbeszéd című műsorunkat hallották, amelyet a magyar jezsuiták készítettek.